23 fordulót követően a 67 pontos Balkán áll a csoport élén, megelőzve a 66 pontos rakamaszt, amely egyetlen vereségét ősszel éppen Balkányban szenvedte el. Tekintve, hogy a harmadik kótai hátránya 13 pont a másodikhoz képest, egyértelmű, hogy a két éllovas között dől el a bajnoki cím sorsa. A rakamaziak eddig 23 meccsükön 128 gólt szereztek, ezzel magasan a legeredményesebbek a mezőnyben. Kérdés, hogy vasárnap mire lesznek képesek a legjobb védelemmel rendelkező, mindössze 8 kapott gólt magáénak tudó Balkánnyal szemben. A rakamazi edző szerint a rutin és a fiatalság csatája is lesz a rangadó. A Balkányban olyan játékosok játszanak, akik már sok ilyen csatát megéltek a pályafutásuk során, tapasztaltak, idősebbek, és tudják, hogy az ilyen mérkőzésre egyáltalán, hogy hogy kell fölkészülni, játék közben miket kell csinálni, hogy kell egyáltalán hozzáállni. Míg az én csapatomban rengeteg fiatal ember van, nálunk 28 éves a legidősebb játékos, és hát nagyon sokan még nem voltak ilyen siker kapujába, de én azt szoktam nekik mondani, hogy sok ember úgy fejezi be a pályafutását, hogy egyetlen egyszer nem volt bajnok. Ha most itt a lehetőség, hogy bebizonyítsuk, hogy egyáltalán sikerélményhez jussanak a srácok. A rakamazi csapatkapitány bízik abban, hogy a meccsen a fiatalos lendület diadalmaskodik majd a rutinnal szemben. Szerintem nagyban fogja befolyásolni a mérkőzés végkimenetelét az, hogy fiatalabbak vagyunk, nagy pályán játszunk, aztán ennek tükrében jobban bírjuk, szerintem többet fogunk tudni futni, és remélem, hogy lendületesebbek leszünk, és ez meghozza gyümölcsét, és megnyerjük a mérkőzést. A rakamaz Balkány mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik, csak úgy, mint a csoport többi összecsapása. A párosítása következő Nyírvasvári Nyírpazony, Nyíribrony Kálósemjén, Újfehértó Gáva Vencsellő, Levelek GFS Oros, Napkor Apagy, Kótaj Terem és Nagykáló Encsencs.